Sziasztok! Egyik kedves nézőm, Adrián, küldött nekem egy csomagot Hollandiából, és látszik, hogy a csomag nagyon nem pici, sőt, kimondottan nagy. Na, fogalmam sincs, hogy mi van benne, úgyhogy most kibontom, és megnézzük, és találgatok, hogy vajon mi lehet. Azt tudom, hogy nyílik. Így kell. Valahogy nem tudom. Úgy néz ki, mintha ilyen... Na, és én még azt hittem, hogy ezt a dobozt meg fogom tartani, ugye? Jó, akkor ezt itt tépjük. Hát az a baj, hogy igen, és akkor azt a betyár mindenség. Na, azt mondta, küldött a gyerekeknek, küldött nekem, meg küldött nektek, nézőknek is csomagot, csak nem tudom, melyik kinek való. Mennyi minden van benne. Na, akkor kezdjük is. Van benne egy ilyen izé. Ezt szerintem a gyereknek küldhette, de ez valószínű, hogy az enyém lesz. Már látom, mert nagyon szeretem ezt a valamit. Mennyi minden. Szerintem lehet, hogy rám nézett az Adri, azt látta, hogy nagyon-nagyon soványka vagyok, azt mondja, főhízlalom én ezt a gyereket. Lehet, hogy ez van e mögött. Na nézzük, akkor még miket küldött. Elvileg küld, zöld. Ugyanilyet küldött zöldben. Azt el kell mondjam, hogy én a zöld színt annyira szeretem, hogy mikor valamit eszek, cukrot, vagy ilyen jégkását iszom, vagy valami, mindig az a lényeg, hogy zöld legyen. Tehát mikor valaki elmegy nekem hozni cukrot, vagy tényleg valamit, fagyit, vagy akármit, Neil, miért kérsz, akkor mindig azt mondom, hogy zöldet. Úgyhogy ez már biztos az enyém, akkor eddig ez az enyém. Pedig elvileg azt mondta, hogy a gyerekeknek való lesz. Na ez mi? Na ez mi lehet? Nem tudom, melyik kamerába mutassam, melyikbe látszik jobban. Melyikbe? Ebben? Ez, hát nem biztos, hogy ezt nekem szánta. Ez szerintem Cynthiának, a bébimnek, mert... De ez USB-s. Vagy az ott mi lehet rajta? Nem tudom, mennyire látszik, de itt valami USB, meg telefon, meg ez ilyen töltő, vagy... ott van, mert ezt fölbontom. Csak nincsen. Hát ugye ollót nem hoztam, ugye? Most ne nézzen ide senki, de értelmileg nem szabad foggal, mert a fogatok eltörik, ilyet csak én csinálhatok. Na nézzük. Megőrülök. Ez valamilyen... nem tudom, melyik kamerával látszik, majd kiderítem. Ilyen... Ráteszed a táskádra, így lifeg, és közben telefontöltő. Aszta! Na, ilyet még sose láttam. Sose láttam ilyen telefontöltőt. Na, ezt viszont nem sorsolom ki, ezt én megtartom, és nem tudom, hova teszem, hátizsákomra. Szerintem ez bébimnek küldhette. Aztán van még ilyen, ugye ilyen csokiszerű valami, ezt is nagyon szeretem. Adri, mennyi mindent! Adri szerintem beszabadult a boltba, és azt mondta, hogy éhesen nem szabad vásárolni, amúgy jegyzem meg, de szerintem azt mondta, hogy a Neil nagyon-nagyon vékony, úgyhogy ez valami Doritos Bit Honey Barbecue, mézes barbecue, honey az mézet, nem biztos. Ez mi lehet? Na ezt majd megkóstolom. Azt mondta nekem egyszer valaki, csinálj egy olyan videót, amiben eszem. Lehet, hogy már ezt fogom enni. Ez is ilyen... ezt nagyon szeretem, ez ilyen sütiszerű. Ja, nekem a kedvenc mondatom, hogyha van, amit nem tudok, hogy micsoda, akkor azt mondom, ez ilyen izé. Tehát rengeteg ilyen izé lesz. Csoki... Hát ezeket nagyon. Az a baj, hogy nekem nem lehet annyi csokit venni, hogy... Na, ezt majd a végére hagyom. Hogy én ezt nem tudjam egyszerre befalni. Tehát tábla csokit, azt én így... Ezek gondolom a gyerekeknek... Nem, az a baj, eddig nem láttam olyat, amit a gyerekeknek küldenem, mert a csoki, amit meg... Ilyet én nem is láttam. Magyaró plusz mi ez? Hazelnut, almond, nem tudom, mi ez az almond. Plusz csaklit, de valami csok. Ez valami finom lehet, nem tudom mi ez, de biztos tuti. Ez mi? Ez egy micsoda? Azt mondja, hogy smartphone ring. Ez ilyen telefonra rárakhatós, ilyen... kibontom. Ezt én kibontom. Erre jöjjek rá, hogy mi. Ja, ugye, amikor elindítottam ezt az akciót, hogy küldhettek nekem valamiket, és az a lényeg, hogy ne tudjam, hogy mi, és ne tudjam, hogy mire való. Hát ez most konkrétan az, bár van rajta egy rajz, amin látszik, hogy ezt telefonra kell rárakni, és akkor várjál,
nincs nálam a telefonom. Tehát akkor fogom mondjuk ezt a telefonom, így körülbelül, és akkor így ráteszem, és akkor az úgy megtartja, ha ráragasztom. Gondolom én. Ez nagyon kemény. Van aranyszínűben, és ugyanez van ezüst színűben is. Ezüst színű smart foam ring. Akkor az enyém lesz az ezüst, az arany a babymé. Vagy nem tudom, még addig megkérdezem, hogy mik azok, amiket ki akar sorsolni nézők között, mi az, ami nekem szán, és úgy szeretné, hogy azt én tartsam meg, és mi az, amit meg... Ez egy ilyen fa papucs szerű lesz. Ilyen tanga papucs, ilyen lábúj, közölős papucs, és sörnyitó. Minden háztartásban kell sörnyitó. Bár ugye a világon minden sörnyitó, de jó, amikor valami sörnyitó. És fa papucs, ez igazi holland. Half is better at the beach. Megőrülök. És Hollandiában gyártották. És azt írja, hogy metal. Metal! Nagyon jó. Na ez. Ajaj. Csoki, ez megint nekem. Szegény gyerekek. Jó, ezt a kis chipset megkapják. Az durva, hogy ilyet csak Angliában láttam, amikor ilyen picike chipseket adnak, ami nem hülyeség. Bár én a nagy chipset jobban szeretem, ilyen családi csomagot szoktam venni, és azt tolom be egy film alatt. De ezek a pici chipsek tök cuki. Megint egy pici chips, ez ilyen hagymás paradicsomos. De ilyen fura izé van rajta. Ilyen papagászni, hogy chips, vagy nem tudom mi lett. Kroki. Adrinak nem is mondtam, a kedvencem a Toblerone. Bár kettőt küldött, gyanítom, hogy a két gyerekemnek, de lehet, hogy azt mondta, hogy reggelre, estére. Jaj, szegény gyerekeimnek nem jut itt semmi, pedig ők is nagyon várták a csomagot. Jó, Twix, megint. Volt kicsi Twix, most nagy Twix, nem fogunk elférni itt a végére. Azt a mekkora csomag. Megint csoki. Isten hozott diabétes. Gyerekek, ennyi csoki. Az a baj, hogy rám ez tényleg ilyen pár nap alatt megvan. Amiből kettő van most, viccet félretéve, amiből kettő van, az a gyerek, mert ez karamellás. Bár rajta van valami külföldi nyelven, hogy milyen karamellás lehet, hogy sós karamellás, nem biztos. Csak a Máté azt szereti, és addig egyszer kifaggatta a fiamat, hogy mit szeret. Milka. És mik vannak még itt? Jaj, mik lesznek itt? Na most akkor kiveszem a csokit, ez meg ilyen csokó, és most jönnek a kis csodácskák mindjárt. Azta! Ezt szerintem nem nekem küldte. Mondta, hogy küldött Cynthiának is, hogy a bébim is kapjon valami ajándékot, ezt szerintem neki küldhette, én ki is bontom, bár mindjárt itt ki fog borulni, hogy ki ne bontsd az én ajándékomat! De kibontom. Jaj, kis szétiszakítottam. Nem mondjátok el neki, hogy szétszakítottam. Szintén nem tudhatja meg soha, hogy szétszakítottam a dobozát. Nem mintha nem ülne itt a szoba másik felében, és nem mintha nem nézni meg a videóimat, de azért hát, ha tudtok titkot tartani. Ez ilyen Nivea, ez mi? Ez valami krém, ezt pont tudom, mert nekem volt ebből ilyen nagyon nagy még régen, amikor még a kezem kiszáradt. Ez meg gondolom ilyen rúzs. Nem rúzs, mindannyian tudjuk, hogy ez ilyen vagy szájfény, vagy valamilyen izé. Soft rose. Rosé. Akkor bor. Nem biztos. Ezt félreteszem, hogy ez a baby mé. Vagy ide rakjam, de nem fogok elférni. Hát mondjuk a doboz tartalmát ki akarom ide rakni, tehát annyira nem volt logikám, hogy ugyanakkor a helyet hagyjak itt, mint a doboz, mert körülbelül ugyanakkor a helyet fog foglalni, ugye? Ajjaj. Na ez mi? Ez is valami... Izé, ugye? Ezt már nagyon megtanulhatjátok, hogy minden valami izé. Fülhallgató, igen. Koponyás fülhallgató, azt a mindenségét. Hát, nem tudom, hogy ti mit fogtok kapni, mit sorsolok ki köztetek, mert mondta, hogy küldött olyat, ami nekem való. Szerintem a koponyás fülhallgató nekem, de amúgy látom, hogy mi az, ami a tiétek lesz. Ugyanis azt nem mondtam, de csináltunk már nyereményjátékot, 4 nyertes már megvan, és elvileg a többit azt majd később sorsolom ki, és jó lenne az, hogy amikor csinálunk közönségtalálkozót, akkor megkapjátok azokat a dolgokat, amiket küldenek nekem nézőim. Megőrülök. Koponyás fülhallgató. Az a baj, vagyok akkor állat, hogy én ezt fogom az utcán hordani. Aranyszínű koponya. Ajaj, na, ez milyen? Mert nem tudom, mennyire látszik. És megnézem ezt a kamerát, hogy ezen látszik a koponyás fülhallgató.
És a fülemben is látszik a koponyás fülhallgató? Nem tudom. Koponyás fülhallgató. Brutál metal! Ez nagyon, ez az enyém. Drága szágom! Ezt megtartom. Csoki! Ennyi csoki, fú, de jó, de jó! Mennyi minden van még itt. Megint csoki! Ez meg, na ez. A bébim az előbb között, hogy ő vegán, de ez vegán, ilyet ehet. Ez ilyen szotyi-mogyi. Szotyi-mogyi, akármi. Ezek is nagyon jók. Én nagy szotyi függő vagyok, és ezek valami olyanok. De jó. Ezek, mekkora rágók, mekkora rágók. Felvétel automatikusan leállt. Megint kezdi. Ha csomagbontás van, automatikusan leáll. Nem baj, most két kamerával veszek, lesz mivel vágni közben. Hatalmas nagy rágó! Mekkora rágók! Így fogjuk majd rágódni. Na, akkor elmondom, ezeket küldte, amiket ki lehet sorsolni. Ezek valami izék. Nem tudom mi ez, de ez ilyen gipszből van, vagy valami fából? Vagy fából, vagy gipszből, mert ezt kisorsolom a nézők között, feltéve, ha valaki mondjuk nem szereti az ilyet, akkor az megkapja a... ez mi? Ez is ilyen dísz. Ilyen indián, mi álomfogó. Mi ez? Megcsinálom én fülbevalónak. Meg lehet csinálni fülbevalónak? Ilyen tiszta indián lettem. Elmehetek ilyen nem country zenész, kik, milyen zenészek szoktak ilyeneket tenni a fülükbe? Ez ilyen nagyon durva. Ez is ilyen izé. Na, és akkor ez, fogalmam sincs, hogy micsoda. Cold meg hot, az van ráírva. Cold meg hot, ez valami maszk. Relaxing mask. Forró meg hideg relax mask. És ez ilyen ez mi? Ha veled mi van, koma? Hát ez tuti nem nekem küldte. Azt mondta, a bébinek küld valamit, ez lesz az. Fölveszed azt ilyen horrorfilmes téma. Megyek azt. Amikor tényleg a bébiben fölveszi, ezzel fog este aludni, azt jönnek a betörők, azt megijednek tőle, ez olyan masz. Ezt vissza is teszem, ezt megkapja akkor ő ajándékban. Jaj, de jó! Mennyi kis kincs van itt, gyerekek! Az életben nem láttam még ilyet, azt se tudtam, hogy létezik, de... Hiánypótló! Hiánypótló az én háztartásomban ez az izé. Ez valami. Relax maszk. Hova férsz te, relax maszk? Na van még. Jaj, borul minden. Van még egy ilyen álomfogó fülbevaló. Meg két fülem van. Akkor megint az édesség, mert édességbe aztán. Van még ilyen, amit kisorsolok az emberek közt. Meg van még egy álomfogó fülbevaló, akkor ezeket kapjátok. Gondolom a fiúk kapják a koponyát, a lányok az álomfogót. Ha az, én mondom itt, hogy álomfogó, de fogalmam sincs, hogy ez micsoda. És akkor megvan, hogy miből fogunk a bébimmel reggel italozni. Ő a Mrs. Ő meg a Mr. Bajszos Mr. Ő meg a Mrs. Ez nagyon jó. Hát, köszönöm szépen, Adrián, és van még egy utolsó valami. Egy utolsó kis izé, ami nem is olyan kicsi. Szerintem ez nem tudom, hogy micsoda. Ez mi? Azt mondja, light up LED pegboard. Fú, de perfektül ejtem ki az angol szavakat. Valami fény, fel, LED, nem tudom mi ez a peg. A piget azt tudom, az a malac, de hogy a peg, az ilyen izé, ilyen tájszólásos malac. Ilyen disznaj, peg, nem biztos. Pag, lilo pag,
Nem tudom, mi az a peg. Babám, tudod, mi az a peg? Ő se tudja, mi az a peg. Pedig ő aztán perfect English. Hát mondom, szerintem ilyen jól el félremondott pig. Jaj, ebben betűk vannak. Ezek itt a... Nem, de ezek betűk. Betűk. Itt vannak a betűk. Itt meg a tábla. Fogod a táblát, azt rájött, ez a betűket. Nem tudom, tényleg nem tudom, mi lehet ez. De jól néz ki. Társas játék, biztosan. Ilyen tábla. És ó, van benne elemtartó. Akkor ebbe elemet teszel, szét lehet nyitni. Lehet, hogy nem kéne szétnyitni, ugye? Az már onnantól barmolás kategória, igen. Akkor van egy ilyen tábla, és lehet, hogy világít, és akkor azt oda teszel betű. Na mindegy, én ezt nem tudom, kell bele elemet tenni. Akkor teszek bele elemet, na hát ez, akkor a megfejtéseket várom, hogy ez micsoda. Ide is mutatom. Ez mi lehet? Aki megfejti, azzal majd egyszer játszom egy ilyet. Light, de az lehet, hogy nem is játék, érted? Na mindegy. Light up, led pegboard. Hopp, mennyi értesítést kaptam közben telefonra. Na hát ennyi minden volt a dobozban, hát ez rohadt sok, rohadt nehéz és nagyon durva. Úgyhogy köszönöm szépen, Adrien, nagyon-nagyon köszönöm. Akkor ezeket kisorsolom, meg ezt is kisorsolom, meg még megkérdezem majd tőle, hogy mit sorsoljak ki a nézők közt, és hogyha lesz végre... Itt most lefagytam. Na újra kezdem. Tehát az ilyentől megkérdezem, hogy mi az, amit ki szeretne sorsolni, miket kaptok ti, mit kapok én, mit kapnak a gyerekek. És ha lesz közönség találkozó, akkor ott majd megkapjátok ezeket, meg ezeket. Meg hát amit még úgy gondolt, hogy a fülhallgatót megtartom, az 7 centség, azt tuti megtartom, azt nem adom senkinek. A többit meg majd meglátom, hogy mi a cél, mert ha nekem küldte, akkor nagyon köszönöm, és akkor tündérmókuska vagy, ha másnak küldted, akkor meg az ő nevében nagyon köszönöm, és tündérmókuska vagy. Na hát akkor ez volt a mai mi van a dobozban, nem tudom még mi lesz a címe, valószínűleg ez. Tehát ez volt a mai móka. Hát nagyon brutál jó. Hát köszönöm szépen, Adrien, ez nagyon jó. Ennyi minden? Hát álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent küldtél. Na, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, akkor majd találkozunk majd a következő videómban, vagy nem tudom, milyen közhelyet szoktuk ilyenkor mondani. Szevasztok! Mennyi minden! Ennyi csoki minden! Hívhatom Zanát, hogy megkapta sok csokit. Hát amiből kettő van, akkor adjuk nekik, ugye? Iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót, és lájkold! Azon agyaltam, lehet ezeket főteszem a nyakamba ilyen nyakláncnak, és akkor én sámán leszek, és veszek hozzá törzsi dobot, és elmegyek sámánkodni. Ezt majd azt mondom, hogy ezek nem is tudom milyen állatoknak a koponyája. Mini szarvasok, vagy nem tudom mik ezek.